Mi is köszönjük mindenkinek, hogy szépen felöltöztetek, és időben megünnepeljétek ezt az alkalmat. Ezt is meg szeretném köszönni azt a bizalmat időtán, hogy helyettetek, tehát a vezetőség helyett folytathatjuk ezt a munkát, és megpróbáljuk úgy végezni, ahogy jónak látjuk, illetve ahogy szerettétek volna, illetve mi szeretnénk. Egy kis olyan ünnepséget rendeztünk nektek, de először egy sok aranyos kis ajándékot szeretnénk átadni. Ez az ajándék csomagka elkísérteteket egész sokáig, mert vettünk egy tollat, amit az érettségére vettünk, hogy ha véletlenül elfogyna, akkor ne legyen már ott probléma. Aztán vettünk egy ilyen kis műanyagautót, amit még az eladón is tudott meghatározni, hogy mi a neve ennek. Ezt azért vettük, hogy ha bőnöltök, akkor is maradjatok gyerekek, és emlékezzetek arra, hogy itt voltatok egyszer. Illetve, hogyha több sír az első kisbaba, akkor talán megjárt. És kaptok még egy borítót, amiben van egy saját kulcsorgó készült ilyen kis lakocska, és még egy pár kérdeket dolgok. Nem sok, nem tréning, de fogadjuk szeretettel. Itt haladjatok már körbe, légy szíves, jó, hogy... Várj, én az asztalokat! Kinek lehet még? Talán már a saját!